A film ötlet Michael Eisnertől származik, aki 1976 és 84 között a Paramount Studios elnöke volt, és mindannak ellenére, hogy a legmagasabb pozícióban dolgozott, egy leharcolt kombival furikázott Hollywoodban. Miután egy rendőr gyorshajtásért megbírságolta, aki az információk szerint hasonló viselkedést tanúsított, mint Axel Foley, vett magának egy új autót, és ekkor született meg az az ötlete, hogy filmet készítsen egy hollywoodi rendőrről. De elvileg Don Simpson, a Paramount egykori vezetője az, akitől az ötlet valójában származott, legalábbis ő ezt állította. Valójában a film címe félrevezető, mivel Beverly Hills városa nem adott engedélyt a stábnak az esti 10:30 utáni forgatásra. Emiatt a filmesek átvitték a produkciót Pasadena-ba. A rendező megtalálása nem volt egyszerű feladat, már ami az első részt illeti. Az első választás Martin Scorsese-ra esett, ám a rendező elvetette a film alapkoncepcióját, így a Beverly Hills-i zsaru első részét Martin Brest rendezte, ám ez sem volt túl egyszerű, hiszen a rendező folyamatosan visszautasította a felkérést. Brest kirúgták a második munkájából, a háborús játékokból, és úgy vélték, hogy már nem alkalmas arra, hogy rendezőként tevékenykedjen, ám Don Simpson és Jerry Bruckheimer nem értett egyet ezzel az állásponttal, így folyamatosan hívogatták Martint azzal, hogy vállalja be ezt a munkát. Végül Simpson a Paramount vezetője feladta, de Bruckheimer tovább próbálkozott, és milyen jól tette. Igaz, hogy a szerencse is közrejátszott, ugyanis az egyik telefonhívás után Brest úgy döntött, hogy feldob egy pénzérmét, és azt dönti majd el, hogy elvállalja a munkát vagy sem. Nos, az érme úgy döntött, hogy jobb, ha ő rendezi az első részt. Axel Foley szerepét el sem tudnánk képzelni mással, kizárólag Eddie Murphyvel, aki szerintem zseniális választás volt, de nem csak ő volt az esélyesek között. A szerep kapcsán felmerült például Robert De Niro, Kurt Russell, John Travolta, Bruce Willis, Harrison Ford, Mickey Rourke és Sylvester Stallone neve is. Mickey Rourke nagyon esélyes volt a szerepre, de végül Stallone volt az, aki leszerződött Axel szerepére. A színész elmondta, hogy amikor először megkapta a film forgatókönyvét, akkor azt hitte tévedés történt, ugyanis a Rocky és a Rambo után az akció vígjáték kategória nemigen illett a munkásságába, de ezt a problémát azzal orvosolta, hogy egész egyszerűen átírta az egész forgatókönyvet és egy akciófilmet készített belőle. Olyan filmet írt, mely jobban illeszkedik az eddigi általa játszott karakterek közé. Azonban a Rocky sztárja hetekkel a forgatás előtt, az utolsó pillanatban hagyta háta mögött ezt a lehetőséget. Pontosan nem lehet tudni ennek az okát, de valahol azt írják, hogy a lakókocsijában tartandó narancslé márkáját, típusát illetően kialakult sikertelen tárgyalások miatt lépett le, van pedig, ahol a sztár túl magas elvárásairól esett szó, de hivatalosan az a magyarázat, hogy Stallone forgatókönyve miatt a költségvetés az egekbe szökött, és a stúdió nem akart ennyi pénzt költeni, de arról is írtak, hogy a színész inkább a Cobra című filmet akarta elkészíteni ehelyett. Egyébként a filmben Billy lakásában is van utalás erre, hiszen van egy posztere a Cobra című filmről. Így végül, miután Stallone megpattant, jöhetett is Eddie Murphy. Az első film hatalmas sikere után a filmstúdió úgy döntött, hogy Tony Scottot bízza meg a második rész rendezésével, hiszen kiváló munkát végzett a Top Gun című filmben. Azonban a harmadik rész rendezésére már nem kérték fel, és ennek meg is van az oka. Ha igaz a színésznő Bridget Nielsen állítása, akkor neki és Scottnak viszonya volt egymással a második rész forgatása alatt. Az érdekessége a dolognak az, hogy a színésznő ekkor Sylvester Stallone felesége volt, aki ugye korábban visszautasította Axel szerepét. A film sikeréhez az is nagyban hozzátett, hogy rengeteg volt benne az improvizáció, főleg Eddie Murphy részéről. Több száz felvétel mehetett a kukába az improvizálás miatt, hiszen a rendezőtől kezdve a színészeken át egészen a stábtagokig szinte mindenki dőlt a nevetéstől. Az egyik legismertebb monológ, a szuperhekusos rész, szintén nem volt megírva. Míg Judge Reinhold zsebébe téve a kezét csipkedni kezdte a saját combját, addig John Ashton mereven nézett lefelé, majd törzsölni kezdte az arcát, hogy így akadályozza meg, hogy kirobbanjon belőle a röhögés. Mindegy. Szuper zsaru mind a kettő. Lényeg az, hogy én nem büntetést, hanem kitüntetést adnék nekik.
A filmet nem csak Axel, de Serge jelenléte is feldobta. Állítólag a művészeti galériában játszódó jelenetekben nem csak ő, de másik két karakter is megjelent volna, azonban amikor a rendező meglátta a színészt, Serge karakterébe bújva, azonnal kispadra küldte a másik két szereplőt, hogy így adjon több szerepet neki. Bár a kispadra küldött egyik színész szintén megjelenik a filmben egy pillanat erejéig, akkor, amikor Serge a kigombolt ingével foglalatoskodik. Dani, ezt gombolt be. Elnézést. Bocsáss olyan, meg, mint a kutya szőr. Az emberek trimmelni volna kedve. Azt képzelő, hogy szexis, pedig csak ne, nem szexis. Todd felügyelő nem egy kitalált karakter volt, hanem a detroiti rendőrség gyilkossági osztályának egy detektíve, akit Gilbert Hill alakított a filmvásznon. És ha most rákeresnél a további filmjeire, akkor meg kell, hogy állítsalak, ugyanis Hill ezen a filmsorozaton kívül nem szerepelt másik filmben, kivéve egy 2017-es dokumentumfilmet. A Beverly Hills zsaru második részében valóban a Playboy villában forgattak. Hihetetlen, de ez a film azon első filmek között szerepel, melyek engedélyt kaptak a forgatásra ebben a jól ismert villában. Ebben a részben maga Hugh Hefner is felbukkan, akinek a tévéműsorokon kívül ez volt a második moziban bemutatott filmben való megjelenése. A filmben főszerepet játszó egyik fő gonosz karakter, Bridget Nielsen, fotomodell volt az 1987-es decemberi Playboy magazinban. A film második része vegyes kritikákat kapott, de ennek ellenére 135 millió dollár bevételt hozott. Azonban a harmadik rész már csak 42 millió dollár bevétellel büszkélkedhetett az Amerikai Egyesült Államokban. Egy 1989-es Rolling Stones interjúban az egyik legrosszabb résznek lett kikiáltva a harmadik. A harmadik rész arról teljesítésének a hátterében állhat az is, hogy Eddie Murphy csak fél szívvel és lélekkel volt jelen a karakterében, hiszen az információk szerint csak is azért játszott el Axel szerepét, mert sok pénzt ajánlottak neki. A forgatókönyvvel is adódott némi probléma. A költségvetés kikerült a filmstúdió irányítása alól, így kénytelenek voltak leállítani a forgatást. A költségvetés 55 millió dollárról 70-re nőtt, és ebből 15 millió dollár Eddie Murphy fizetésére ment el. Ezek után jogos volt az a feltételezés, hogy ennek itt vége, ám a CBS-nek 2013-ban egy friss tévésorozatot kínáltak, de mivel Eddie Murphy nem akart részt venni benne, így a csatorna hamar visszautasította az egészet, pláne miután látták is a koncepciót. Most a Netflix csapott le a kiváló lehetőségre, szóval sorozat helyett érkezik hamarosan a Beverly Hills zsaru negyedik része.